Sziasztok! Ma március 12-e van, és nagyon izgatottan vártuk ezt a napot, hiszen ma kezdődik a Hajdú Klára Kvártett legújabb lemezének a felvétele. Tegnap megvolt a fő próbánk, ami nagyon jól sikerült. Ha az Instán követtek, akkor már biztos tudjátok, hogy Borbély Mihály lesz a vendégünk a lemezen. És hát arra gondoltam, hogy elviszünk benneteket magunkkal, és megmutatjuk, hogy milyen a stúdió munka, hogy készül a lemez. Úgyhogy hamarosan indulunk is, felvesszük Ambrust, és irány a stúdió. Induljunk! Mindig rád kell várni. Megérkeztünk a stúdióba, ez a Supersize Recording stúdió. Ez az a hely, ahol a lemezeim nagy részét felvettük. Gyertek, meg is mutatom nektek közelebbről. Lemezfelvétel mindig nagyon nagy koncentrációt igényel, és nagyon fontos, hogy minden jól működjön, beszerelünk, mindenki be lesz mikrofonozva, fülhallgatókban halljuk azt, amit játszunk, és ugye egymást. Úgyhogy ez mindig egy kicsit stresszes, de nagyon izgalmas folyamat, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Ebbe a mikrofonba énekeltem már korábban 3 lemezennek az anyagát, és most is ezt választottuk, és úgy döntöttünk, hogy kicsit bevonából, és kicsit azért, mert szerintünk ebben nagyon jól szól a hangom, nagyon passzol hozzá, és nagyon természetes hangzást ad, ezért most is ebbe fogok énekelni. Amíg összeáll minden, addig gondoltam, hogy mesélek egy picit az anyagról. Ez egy különleges lemez lesz, mert csak népdalok szerepelnek rajta. Ilyenre még nem volt példa a saját zenekarommal. A Balkán Fanatikkal és a Balázs Elmél Gruppal, mert több ilyen albumot készítettem. A kvártettel csak olyan volt, hogy egy-egy dal dolgoztunk fel. Úgyhogy ez az első ilyen, amin csak népdalok lesznek. A lemez címe Fúvom az énekem. Olyan dalokat kerestem és válogattam össze, amiket nagyon régóta szeretek. Vagy nyilvánosan énekeltem már, és ti is ismeritek tőlem, vagy olyanok, amiket gyerekkorom óta dúdolok és szeretek hallgatni. Lesznek közte ismerősök, ahogy ezt már mondtam. Akinek van, kinek nincs, amit a Balázs Elmél Gruppal rengeteget játszottunk, és nagy siker volt. A Fúvom az énekem, amit a Balkán Fanatikkal, a Szomorú az idő. Egyetlen egy olyan dal van, ami nem kifejezetten népdal, hiszen a Bújdosik az Árva Madár szövegére Szinha Róbert írt zenét, és ez az Árva Madár című dal, ez csak félig népdal. A dalok többségében lesz egy fantasztikus vendégünk, Borbély Mihály, aki engem tanított a Zeneakadémián, és később játszottunk együtt, úgyhogy én is voltam az ő zenekarának a vendége, és ő is volt az én zenekarom vendége, úgyhogy már egyáltalán nem szokatlan, hogy együtt muzsikálunk. Azt gondolom, hogy igazán be tudott olvadni a zenekari munkába, és mint egy tiszteletbeli 5. tag érkezett a próbákra, és ő is ötletelt velünk nagyon sokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ő is jól érzi magát, és remélem, hogy élvezi a közös muzsikálást. Hozott magával mindenféle népi hangszert, furuját, tárogatót, de hozott klarinétot és szoprán szaxofont is, úgyhogy legalább annyira csempészi bele az autentikus népzenét a lemezanyagba, mint a modern jazz hangzást. A dalok hangszerelése többnyire az én ötleteim alapján készült. Ezek egy részének kibontásában Milán segített nekem. Nekem nagyon tetszik ennek az anyagnak az érzékenysége. Ugye mivel népdalokról van szó, ezért alapban máshogy nyúltunk hozzájuk, és ügyelni kellett arra, hogy azért megmaradjon a jellegük, viszont a kvártetre jellemző hangzásvilág jegyeit is megtartsuk, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép anyag lett, és nagyon várom, hogy meghallgassuk a végeredményt. Ha te tudnád, amit én, ha te tudnád, amit én,
sorozat főcím. Kicsit. Sorozat főcím. 18. rész. Az, igen. És vannak olyan dalok, amiknek csak a tempóját vagy a jellegét határoztam meg, és azokat Gábor segített kidolgozni, úgyhogy az ő hangszereléseit is hallhatjátok majd az albumon. Oda haza más öleli a babámat, más öleli, más is ül a Most is Gyulai Zsoltit kértem fel, hogy legyen a lemez hangmérnöke, és legyen itt a stúdió felvételeknél, de sajnos nem tud ma velünk lenni, úgyhogy Lahó Tibi veszi fel a lemezünket, és Zsolti majd a keverést és a masteringet készíti el. Minden idegszálunk ki van hegyezve ilyenkor, de egy nagyon jó csapatépítés is azt gondolom. Beszélgetések, kávézások, ebédek, együtt töltött idő. Nagyon szeretek velük lenni, és nagyon hálás vagyok, hogy ők a zenekarom, és hogy együtt játszhatunk. És hogy bármit is álmodok meg, ők mindig jönnek velem, és mindig segítenek ezen az úton. Ugyanolyan lelkesen és ugyanolyan boldogan várták ezt a napot, és azt, hogy együtt megalkossuk ezt a közös lemezt. A Justice olyan, mint a foci. Ez meglepő. Semmit. Ennyire rosszul érezted magad itt? Nagyon rossz volt ez a két nap. Mindjárt vége. Haza akarsz menni? Nagyon. Na jó. Most fejeztük be a lemez felvételt. Felvettük a dalokat, visszahallgattuk. Nagyon szép két napon vagyunk túl. Az első nap picit egyszerűsen indult, de mégis jól fejeztük be a tegnapi napot, és most viszont mindent felvettünk, amit szerettünk volna. Szerintem egy nagyon szép lemez csináltunk. Nagyon várom, hogy keverve újba meghallgassuk majd. Kicsit nagyon örülök, és mindenkinek gratulálok. Hogy érezted magad? Meglepően jó. Sejtettem, hogy nem lesz nagy baj, de igazán lenyűgözött a összeállítás változatossága és a feldolgozások szellemessége. Úgyhogy örömmel fújtam az énekedet. Köszönöm. A saját dalaimban mindig az épp aktuális hangulatomat, megéléseimet szoktam megírni, amik nem is real time-ba kerülnek lemezre, de azért nagyjából abban az időszakban énekelem, amikor ezek történnek velem. Viszont most a népdaloknál egy kicsikét más a helyzet, mert hogy ezek évek óta jönnek velem is. És senkit ne tévesztenek meg a szomorú szövegek. Ezek most nem az épp aktuális hangulatunkat tükrözik. Abszolút egyszerű élethelyzetek és problémák, amiket ezek a népdalok feldolgoznak. És hát én énekesként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezek segítenek nekem is régebben megélt problémáimnak az elengedésében, és minél többször éneklem el ezeket a szövegeket, azt gondolom, hogy segítenek túljutni bizonyos szívfájdalmakon, vagy olyan negatív érzésekkel, amiket ebben a formában kicsit kiadhatok magamból. És azt gondolom, hogy ezek a dalok gyógyítanak, és hát valószínűleg nem csak engem, hanem azokat is, akik hallgatják, úgyhogy remélem, hogy mindenki talál majd ezen a lemezen olyan dalt vagy dalszöveget, ami a szívének kedves.